Éreztem én kívülről, hogy egy gól fog dönteni, és örülök, hogy én szereztem. Nagyon örülök neki, régóta vártam rá, és úgy érzem, hogy kellett ez az egy gól, hogy megtörjön az a sorozat, és remélem, hogy minél többet tudok szerezni. Itt az előbb hallottam, hogy Fava kérdezett tőled valamit a beadás kapcsán, hogy miért mozogtad. Az mi volt, az pontosan? De azt kérdezte, hogy ott volt egy ugye, passáv, és hogy én bemozogtam, mintha hosszúra adná, mert azt hittem, hogy ő be fogja bökni, mert ugye ott volt a Pulic és egy védő, azt hiszem, és ugye visszaléptem, és ő meg abba a passába passzolt, de hát át tudtam menni, és nagy nehezen bement. Tegnap edzés közben a mester szólt, hogy úgy készüljek, hogy kezdek. Nagyon boldog voltam, és volt bennem egy drukki így este is már, meg a mai napon is, de ahogy felmentem a pályára, így úgy gondolom, hogy az teljesen lement rólam, és higgadtan tudtam játszani. Nagyon örültem neki, és büszkeséggel töltött el, hogy 16 évesen kezdőként tudtam pályára lépni az első osztályba. Köszönöm a bizalmat a mesternek, és köszönöm az akadémiának, hiszen ez itt a 6. évem, és nagy büszkeséggel tölt el, hogy itt mutatkozhattam be, hiszen úgy gondolom minden akadémistának ez egy álma, hogy itt lehessem. Édesanyám és az öcsém jött el. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lettek. Tegnap még az utolsó pillanatban tudtam nekik szólni. Édesapukám sajnos dolgozott, de úgy gondolom, hogy neki köszönhetek a legtöbbet a futball miatt. Azért is 74-es a messzámom, hiszen neki a születési évszáma. Ezzel is szeretném neki megköszönni azt, hogy ennyit tett értem és segített, de ugyanúgy édesanyámnak és a testvéremnek is, hogy mindig támogatnak és itt vannak. Holnaptól ugye újra a Vidire fogunk koncentrálni, hát nehéz meccs lesz, a Vidinek nem úgy jönnek az eredmények, mint ahogy várják. Közel vannak a kiesési zónához, de hát ugyanilyen küzdelmes meccs lesz, mint a mai szerintem.